Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Volt van lesz, a Komlói Könnyű Zenei Ismeretterjesztő podcastünk legújabb adásában. Ez a 12. adásunk, és itt a könnyű zenét kiszolgáló hangszerekről fogunk beszélgetni, illetve ezeket fogjuk bemutatni a kedves hallgatóknak. Nekem itt föl van írva sorba pár dolog, mint például ugye gitár, basszus, gitár, dob, de én ugornék egyből ugye a végére ennek az egésznek, és kezdjük talán a szintetizátorra. Én azért szeretném, hogyha ezzel kezdenénk, mert itt nagyon sokan a könnyű zenében szerintem inkább ilyen gitárokra, meg ilyenekre gondolnak, viszont azért a billentyűs hangszereknek is jelentős szerepe van ebben a dologban. És itt Tóth Gáborral beszélgetünk erről. Gábor, én elsőnek azt kérdezném, hogy te mikor ismerkedtél meg a billentyűs hangszerrel, és miért pont azt választottad? Hát én kisiskolás koromban ismerkedtem meg vele, ugye, tehát ahogy én elkezdtem az általános iskolát, engem beírattak a zeneiskolába, és hát akkor kaptam egy pianinót, és gyakorlatilag tulajdonképpen nem is én választottam, hanem édesapám eldöntötte, hogy akkor én zongorázzak, és hát onnantól kezdődött ez a dolog, és máig tart, hogy én zongorázom. Mennyire nehéz megtanulni zongorázni? Most meg egy gitáron van például 6 húr, egy basszus gitáron átlagban, vagy alapban mondjuk 4, nyilván azért vannak ennél több húros hangszerek is. Viszont a billentyűs hangszeren azért van rengeteg, amit lehet nyomkodni fekete-fehér színben is. Mennyire nehéz megtanulni ezt? Hát én úgy gondolom, hogy a zongora is egy olyan hangszer, mint az összes többi, tehát vannak különböző képességi adottságú emberek, akiknek mondjuk például jobb a szájai adottságai, tehát úgy mondják a diszkózusoknál, hogy az anzaca, tehát vannak, akik úgy születnek, hogy belefújnak egy trombitába és megszólal, van, akiknek ezt jobban kell dolgoztatni, és van, akinek abszolút nem alkalmas a szája erre. Na most hasonlóképpen van a zongora is, tehát mindenki tudja mozgatni a kezét, de azért ott már kezdődnek gondok, mikor a két kezet függetlenül kell mozgatni egymástól, akkor hát ugye szellemi képesség, ugye, hogy valaki mennyire tud koncentrálni, milyen a memóriája, mennyire tudja felidézni azt, amit megtanult. Szóval millió egy dolog van, de ez mondjuk akár bármelyik hangszernél elmondható, mert mindenhol általában megtanult dolgokat játszunk el, még az improvizáció is egy kicsit olyan, hogy azért ott is tanult dolgokat idézünk föl, ahol kicsit szabadabb módon. De én úgy gondolom, hogy tehát a zongora az egy olyan, van egy vicces erő, de ezt most nem mondom el, egy ilyen közepesen nehéz hangszer, mert azért tehát megszólaltatni a zongorát, azt azért bárki tud, mert tehát kezével oda tud csapni, hogyha van neki. Igen. Én azért szeretném, hogyha ezt a viccet mindenképpen elmondanád, hiszen erről szól ez a műsor. De hát az anyuka elviszi a kis 6 éves gyerekét az iskolába, a zeneiskolában, hogy beírassa valamilyen hangszerre, és hát ugye annyira nem tájékozott is, bemegy az igazgatónő, és akkor kérdezi, hogy hát hogy milyen hangszerek vannak, és mit érdemes megtanulni. Hát itt van például a hegedű. Hát jó, hát az mennyi idő körülbelül, hogy megtanul hegedülni valaki? Hát egy olyan 4-5 év, amire úgy azért megszólal úgy rendesen a kezébe, a gyereknek van 6-7, hát egy olyan 8 év múlva már azért úgy egészen szépen, hát ez olyan, annyi idő nincs, én nem gondolok ilyenben, hát akkor mi legyen? Hát például akkor tanuljon meg, mit tudom én, fuvolázni. Hát az jó, az mennyi idő? Hát fuvolázni, hát tulajdonképpen egy olyan 3-4 év után már megszólal, 4-5 év után már nagyon szépen tud meg. Hát próbálj meg a zongorát. Zongora 2-3 év, harmadik, negyedik osztályban már nagyon szép kis darabokat. Hát ő kevesebbre. Akkor tudod, mint anyuka? Azt mondja, írassa be dobra a gyereket. Azt mondja, miért? Az mennyi idő? Hát hogyha itt leül és megvárja, akkor végül is... Visszatérve arra, hogy ugye az ember elkezd tanulni egy bizonyos hangszeren. Még ezzel lehet, hogy megérdemli. Nem az én véleményemet tükrözi. Hogyha elkezdesz tanulni zongorán vagy billentyűs hangszeren, mert ugye ennek azért több fajtája is van, maga a zongorának ugye a hangolása az például nem olyan, mint egy gitárhangolás. Hogy ezt az ember ezt megtanulja akkor, amikor elkezd ezen a hangszeren játszani, vagy tanulni, vagy pedig azért ez egy külön szakma és egy külön mesterség a zongora hangolás? Hát mindenképpen egy külön szakma, tehát ez egy másik terület. Már most a mostani technikai adottságokkal már kicsit könnyebb, mert ugye régebben egy olyan különleges dolog volt, egy hangológép, most már azért elég könnyen hozzájutatunk. Sőt, hát én ugye már éppen az utóbbi hónapokban én is megpróbálkoztam már vele, több-kevesebb sikerrel, és vettem egy, hát durván 20 000 forintért egy hangológépet,
és hát bizony a magas hangoknál már annyira nem annyira akarta érzékelni, aztán lehet, hogy csak azért, mert annyira hamis volt, és nem ismerte föl a hangot, nem tudom, de aztán letöltöttem a telefonomra egy ilyen egyszerű applikációt, a Google Player is, simán, tehát gyakorlatilag úgy érzem, hogy kidobott pénz volt, vagy lehet, hogy nem a legjobbat vettem meg, ami volt. Tehát gyakorlatilag megvan egy metódusa ennek, hogy milyen sorrendben kell a hangokat hangolni, és hát végül is egy ilyen hangológéppel úgy gondolom, hogy szinte bárki be tudná hangolni a hangszert, csak egy kis türelem kell hozzá, mert elég hosszadalmas. Ugye most itt ülünk a zeneiskolában, ahol az emberek leginkább arra gondolnak, hogy komoly zenét tanulnak az emberek. Viszont ugye mi most a könnyű zenéről beszélgetünk. A billentyűs hangszerek mennyire játszanak szerepet a könnyű zenében? Hát úgy gondolom, hogy elég fontos a billentyűs hangszer. Hát attól függ, hogy milyen létszámú zenekarról beszélünk. De hát hogyha azt nézzük, hogyha van egy énekes és egy zongorista, vagy egy szaxofonos és egy trombot zongorista, hát gyakorlatilag egy egész estét végig tudnak játszani, még egy... tehát két szóló hangszerrel már kicsit nehezebb ezt megoldani, mivel a zongora ugye, hát harmóniákat is tud játszani, basszus is van rajta, szólót is tud játszani, és hát gyakorlatilag a harmóniákat is tudja játszani, gyakorlatilag egy három tagú zenekart szinte már tud helyettesíteni. Na most ezzel inkább az a gond szerintem, mikor egy nagyobb, legalábbis például ez a problémám, hogy egy nagyobb létszámú már a zenekar, tehát van egy gitár, vagy nehogy Isten két gitár van, meg mit tudom én, akkor már azt nehéz megtalálni, hogy hol van az a kicsi kis hely még, ahova még be lehetne játszani a zongorával, és ugye ott van az a rengeteg hang rajta, de hát akár szintetizátorról is beszélünk akkor is, hogy akkor mit hagyjak ki, vagy mit ne játszak, és akkor ebből gyakran volt konfliktusom, hogy te figyelj, ne játszod már a basszust, mert azt én itt basszushozok, és akkor te meg ugye másképpen ritmizás, és ugye kettő ütű egymást, tehát ez nem jó, akkor ezt kihagyom, akkor játszom a harmóniákat, és akkor jön a gitáros, hogy de figyelj, én ezt így játszom, tehát valahol máshol játszod, mert az már az a hely is foglalt, és akkor az ember megy egyre följebb, és akkor szóval nehéz megtalálni, meg ez is megint egy olyan, hogy érzékel hozzá, hogy aki ugye hallja ámblokk a zenét, és megtalálja azokat a kis réseket, ahova még be tud játszani egy zenekarban. Tehát ez megint ilyen kérdés, hogy bármit nézünk, ugye, tehát vagy a kis létszám, vagy a nagy létszámú zenekar, mindegyiknek megvan a maga nehézsége, hogy szólaltatjuk meg a hangszert. Ja. Itt említetted a zenekarokat, te is játszol például egy ilyen zenekarban, ugye 40 pluszban, ahol szerepet kap a szintetizátor, illetve a billentyűs hangszer. Szerinted melyek azok a műfajok, amik jobban kihasználják a könnyű zenében a zongora, illetve a billentyűs hangszerek adta lehetőségeken? Hát, hogy mondjam, nem is tudom. Hát azt hiszem, hogy a popzene ott elég sokat használják, ugye mindenféle effektussal. Talán a rock már kicsikét talán kevesebb, mert ugye ott azért eléggé a basszus, meg a szólógitár kap szerepet. Hát ugye van a jazz rock, mondjuk ott talán már kicsit jobban, ugye ezek tehát a kicsit olyan több szóló szerepet kap. Hát most még milyen, mit említsünk, hát a jazz zenében, ugye ott szerintem ott azért eléggé fontos szerepe van a hangszernek, ugye hát vagy zongorának, vagy szintetizátornak, tehát úgy gondolom, hogy mindenhova ugye azért belefér, csak hát mások az arányok, mint ahogy mondjuk a főzésnél is, ugye, tehát mindenbe rakunk sót általában, csak nem ugyanannyit teszünk egy almáspitébe, mint amennyit egy babgulyásba, tehát szóval különböző. Ez egy zseniális példa volt egyébként. Itt a zeneiskolában mennyire népszerű ez a hangszer, és ezt azért kérdezem, mert ugye a legtöbb fiatal például gitáron szeretne rockstar lenni, vagy dobon szeretne rockstar lenni. Mennyire jönnek a fiatalok, illetve ugye az új diákok mondjuk így, hogy ők zongorázni szeretnének? Tehát ők választják ezt például, vagy pedig inkább mondjuk a szülők nyomására? Hát... Változó ez is igazából, tehát most ugye szokott lenni ez a hangszersimogató, éppen a múlt héten volt itt a zeneiskola előtt, hát ott itt viszonylag ott olyan szülők jönnek, akik úgy meghagyják a választást a gyereknek, hogy ismerjék meg ezt a hangszert, meg azt a hangszert egy kicsikét, és akkor amelyik neki szimpatikusabb,
azt választják. És hát talán mostanában talán már kevesebb az a szülő, aki úgy viszi el a gyerekét, hogy akkor én eldöntöttem, hogy a gyerek ezt fogja tanulni, és akkor punktum. Hát, mint ahogy tudjuk, hogy mi is régebben azért nem volt az a, úgymond liberalizmus, mint olyan, ugye az nem volt egy ismert szó, most már ismertebb, ki hogy szereti. Igen. Nagyon fontos kérdés, és ezt azért teszem föl, mert nekem például van egy barátom, aki szintén zenél, és mi nagyon-nagyon sokat szoktuk így, hát kicsit így csipkedni egymást, mondjuk így, kicsit így egészséges, baráti odaszólások megvannak, és mindig az van, hogy gyere is hozd a szintit, vagy játszol a szintetizátoron, és a teljes mértékben ki van ezen borulva, hogy nem, mert hogy ő billentyűn játszik. Billentyű, szintetizátor, milyen néven érdemes ezt úgymond illetni, illetve hát azért tudjuk azt, hogy a szintetizátor az mondjuk a több lehetőséget ad hangzásba, de mégis, hogyha valaki zenekarba játszik egy elektromos billentyűs hangszeren, akkor annak mi az elnevezése hivatalosan? Hát ezek mindig ilyen, tehát attól függ, hogy hova megyünk, hogy mi a hivatalos elnevezés. Tehát a zeneiskolában is már beszivárgott ez a kérdés, mert ugye a bizonyítványt is úgy kell kitöltenünk, hogy billentyűs tanszak, és akkor, illetve bocsánat, úgy kezdődik, hogy a klasszikus műfaj, utána jön a billentyűs tanszak, és azon belül zongora. Ugye tehát a zeniskolában úgy sorolják, hogy a billentyűs hangszerekhez tartozik a szintetizátor is. De hát ugye, mert billentyűket ütünk le. Most tehát ki mit lát maga előtt, ugye, amikor ilyet lát, ugye, hát én is, hogyha megkérdezik, hogy milyen hangszeres vagyok, akkor én például nem vagyok szintetizátoros, tehát ugye én inkább zongorista vagyok, de hát én azért tehát most mindegyiket a billentyűs hangszerekhez sorolnám. Hát én inkább úgy szoktam, inkább vagy a használat, hogy a szintetizátor az inkább, amelyik nem, nincs benne kalapács mechanika, de hát ezzel is biztos, hogy sokan vitatkoznának velem, mert hát most én nem hiszem, hogy erre van egy ilyen jogszerű megfogalmazás, mint a hányadik paragrafusban, hogy írják, hogy most akkor ez milyen hangszer, és akkor nem fognak beperelni minket, hogyha esetleg máshova soroljuk őket. Nagyon-nagyon sok dolgot beszéltünk ugye a magáról, a zongoráról, és nagyon sok mindent mondtál te is. Egy kicsit mutassuk be ezeket a dolgokat, játsz nekünk pár példát azokra, amikről eddig beszélgettünk. Lehet ilyen kísérő hangszer, tehát aki a basszust játsza, még hogyha nincs dob, akkor is, hogyha eléggé ritmikusan játszik, akkor az ember akkor helyettesíthet egy basszusgitárt. Na, vagy ilyen, akkor hát aztán mikor így úgy szokták mondani, hogy szintetizátornál, hogy szőnyegezik, hát a zongoránál ugye ott, hát ott talán annyira, de ott is végül is, tehát hogy beúsztat ilyen harmóniákat valamit, tehát hogy ilyeneket. És így tovább, és akkor erre pedig hát szólózni, akkor meg... Nézzük arra egy példát erre a szólóra. Gondolom, hogy akkor ez méltó befejezése is a zongora bemutató, a billentyűs hangszerek bemutatásának. Gábor, mi köszönjük szépen a lehetőséget, és hogy megmutattad ezt nekünk, mi pedig hamarosan folytatjuk tovább, majd a dobbal. Folytatjuk a hangszerek bemutatását, most a dobot fogjuk bemutatni, Csapó Barna fogadta el a meghívásunkat.
Barna, első körben én azt szeretném tőled kérni, hogy egy kicsit mutatkozz be, mióta foglalkozol a dobbal, hogy kerültél bele abba, hogy te elkezdesz zenélni. Sziasztok! Hát igazából 40, durván 40 éve zenélek, akkor már a komlói zeneiskolán már túl voltam zongoraszakon, aztán én akkor elkezdtem dobolni olyan 12-13 évesen, bent Pécsen jazzdobiskolába jártam, és akkor igazából én abból is éltem, elég sokáig vendéglátóztam, arra mondjuk nem vagyok büszke, szokták mondani, hogy hát fiatal voltam, kellett a pénz, úgyhogy aztán elég sok-sok év ki is maradt, nekem egy durván egy 25 év kimaradt, és akkor most egy pár éve kezdtem el újra dobolni. Hogyha ugye egyszer zongora szakon végeztél, akkor mi volt az, amire azt mondtad, hogy én most elkezdek dobolni? Hát nem végeztem a zongora szakon, csak jártam, mert én aztán mellette Gyuszihoz is jártam, Arkád Gyuszihoz gitározni. Hát én meg mindig is dobolni akartam igazából, csak arra meg nem volt oktatás, még pici is voltam, ugye 8-10 éves gyereket nem nagyon oktattak, úgyhogy maradtak akkor ezek a standard hangszerek, mint zongora, gitár. Miért hagytad abba a dobolást? Hát ez ilyen teljesen kiesett, nem volt idő a hobbira. Tulajdonképpen az már csak hobbi szint volt, mert ugye elég komoly állásaim voltak, és akkor már nem volt időre. Ja, mindig azt szokták mondani, hogy a hobbi addig jó, addig tudja az ember csinálni, még nem kezd el dolgozni, utána azért már, amikor hazamegy az ember egy mondjuk 8-12 órás műszak után, és így ránéz a hangszer, akkor nem az az első, hogy azt megfogja, hanem ránéz az ágyra, és hát inkább akkor abba heveredek bele. Mi volt az oka annak, hogy újra elkezdtél mégis dobolni? Hát én szerintem egy zenész, vagy egy, maradjunk abban, egy zenész az mindig zenész marad. Lélekben, tehát nem volt olyan, hogy én hallgattam volna az autóban a rádiót, és nem ment volna a kezem, megkopogtam volna az asztalon. Tehát lélekben én mindig zenész maradtam és dobos, úgyhogy nem volt nehéz újra kezdeni. Nagyjából egyébként ezt a választ is vártam, mert ez így igaz. Amikor újra elkezdtél dobolni, egy viszonylag hosszú időt hagytál ki, és erre is szokták mondani azt, hogy olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni. Viszont nyilván az embernek már nem úgy, ha egy ekkora kihagyás van, akkor már kicsit kell egy kis idő, amíg visszarázódik. Hát az idő az nem kicsi. Tehát azért én úgy mondom, hogy kellett egy másfél-kettő év, mire körülbelül azt a szintet elértem, mint a régiónom magam. Aztán onnan már azért könnyebb a fejlődés, de az a két év az keserves volt. Akkor mutassuk is be a hangszert. Egy elég komplex kis dobfelszerelés van neked itt összerakva, rengeteg cín. Kezdjük el valahol, én azt rád bízom, hogy melyik az a része, amelyiknél el szeretnéd kezdeni, és én úgy szeretném ezt, hogyha meg is hallgatnánk, hogy az a része, hogy szól a dobnak. Hát na ez lesz a neheze a meghallgatás, melynek akkora hangereje van, hogy úgyhogy fogjátok be a fületeket. Én első körben mondjuk a ládót mutatnám be, ami ugye kialakult a menetdobokból még mint basszusdob, aztán amikor a 20-as években került le a földre és pedállal, hát az így fog szólni. Úgyhogy az ilyennek van a hangereje. Mellé meg mindjárt párosult is, ugye a pergődob, ez is a menetdobból maradt, ezt meg a hasuk alatt hordták. Hát ennek ilyen hangja van. Úgyhogy aztán kibővült, mert amikor a dobszerelést megalkották, akkor tulajdonképpen lábdob volt, meg pergődob volt, meg ilyen kis békákon játszottak még annó a 20-as években, amikor a ragtime nagyon dívott, és akkor kitalálták, hogy egy ilyen dobokat tesznek, persze akkor még különböző méretben, különböző hangolásban, de ezt most már úgy nevezik, hogy fősőtan, meg oldaltan, azoknak ilyen hangja van. Tehát azért ennek is van itt bőven hangereje, és akkor hát rájöttek, hogy azért ez így nem az igazi. Még kéne valami, hiányzik valami, és még a menetdoboknál megszoktuk a cintányér hangot is, ezt ilyen, amikor összeverték a két cintányért, annak volt egy ilyen speciális hangja. Most azt kitalálták, hogy akkor egy cintányért a lábdobbal együtt ilyen kis bajusszal ütögetik, és akkor annak ilyen ilyesmi hangja lesz, de ez igazán nem volt nyerő megoldás. Aztán ezt pedálra szerelték, hogy a bal láb majd ezzel fog dolgozni, de akkor még nem high-hatnek, ugye magas-hatnek nevezték, hanem low-hatnek, ugye egészen lent volt egy ilyen 20-30 cm, akkor meg azóta, hogy nem tudták ütni. És akkor így a 30-as évekre alakult ki a mostani high-hat, ugye a lábcintányér, ugyanis ez a szent háromság, a dobba, a lábcintányér, a pergő és a lábdob. És akkor ez a lábcintányér, az körülbelül így szól, és akkor együtt, meg így. Hát valahogy így szól egy dob. És akkor utána
Amikor ezzel megvoltak, az alapdolgok megvoltak, akkor azért még mindig hiányoltak valamit, hogy a sorok hogy kezdjenek el egy refrént, ilyesmit, és akkor kialakultak a beütő tányérok, ezek a crash-ek, hát ezeknek aztán már tényleg van hangereje, csak úgy mutatóval távolabb itt megütöm, mert ez nagyon kemény lesz. Hát ebből nekem van egy pár darab fönt, meg vannak kis splash-ek is, azok ilyen hangot adnak. Igazából így áll össze valahogy a dobszerelés komplexen. Cintányérok, dobok, pergődob, lábdoblá, cintányér. Meddig lehet ezt húzni? Tehát itt azért láttunk egy jó pár cint. Mennyi az, ami... Illetve, hogy neked ez a dobszerkó most ugye megvan. Ezt tudnád még fejleszteni, bővíteni? Hát nincs olyan dob, amit nem lehet. Hát olyan nincs. Egyébként is a dobosokat többféle besorolásba teszik. Vannak ezek a cintányér logikok, akik telerakják cintányérra. Nem ritka, hogy 20-25 cintányér is van egy dobszereléshez. Hát nekem csak a fele van úgy durván, most olyan 10 körül állok. De hát a határ az a csillagoség. Ez mind dobtestekre, mind cintányérokra a csillagoség a határ. Tehát igazából nincs megszabva, mert rád van bízva, hogy te mennyin szeretsz játszani. Ja, meg a pénztárcádra, mert ugye azt se titok, hogy ott is a határ a csillagoség. Van egyébként neked valami márka, amire esküszöl? Ugye cintányérból is, meg akármilyen hangszert nézünk, igazából annyiféle márka van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni. Neked van valami, amire esküszöl? És ha van, akkor miért pont arra? Hát márka nevet akkor lehet mondani ezek szerint. Nyilván van, én a japán dobokat nagyon szeretem, és azon belül is a Yamahákat. Valahogy az nőtt, nekem az a hangzás tetszik a legjobban. Hát nem titok, hogy a Toto Afrika album már nekem az a nagy kedvencem, és akkor aki engem mindig is motivált, a Porcaro, ő Yamaha dobokon játszott. Tehát valószínűleg innen ered ez a Yamaha imádat. A cintányérokból pedig a török tányérokat részesítem előnyben. Ott az Anatolian, ez egy kicsit kevésbé ismert, de feltörekvő márka. Nagyon szép hangja van. Dob hangolásról pár szót ejtsünk. Én úgy gondolom, hogy viszonylag kevés dobos van, aki tud dobot hangolni. Mi ennek a trükkje? Millió trükkje van. Én mondjuk egy ilyen bibelülgyős fajta vagyok, én nagyon szeretek a dobbal foglalkozni hangolás szempontjából. Igazán itt attól függ, hogy hány darab dobtest van, mert van egy viszonylag szűk tartomány, ahol a dobokat lehet hangolni. Most, hogyha 8 dobtested van, akkor abban a szűk tartományon belül 8 felé kell elosztani azt a részt. Ha csak 3 dobod van, akkor 3 felé. Tehát ugye értelemszerűen nagyobbak lesznek a hangközök. Hát annyi, hogy az alsó és a fősőből egyaránt hangolni kell, tehát nem lehet elhanyagolni egyiket se. Ha az egyik túl az, akkor nyilván ilyen bili hangot kapunk, ha rosszul van megfeszülve. Igazából ebben most nem nagyon szeretnék belemenni, mert ez nagyon nagy. Tehát ez egy akkora témakör lenne, hogy itt órákat lehetne róla beszélni, esetleg képpel, hanganyaggal együtt, úgyhogy ez egy óriási nagy téma. Olvassanak utána, mindenre megvan a lehetőség. YouTube-on mindent megtalálsz. Ja, szoktak olyat csinálni, hogy a tomokra zsebkendőt ragasztanak. Nálad ez más megoldással van már, ugye 2021-et írunk. Erre miért van szükség? Hát erre azért van szükség, mert amiket mi dobhangokat hallunk egy lemezen, egy stúdió felvételben, azért az igazi dobnak, az akusztikus dobnak egy kicsit más a hangja. Eredetiben. Na most mi ugye a próbateremben az eredeti dobhangot halljuk leginkább, ami egy kicsit búgósabb, kevésbé visszafogott, ugye a stúdióban mindenféle equalizerrel, kapukkal meg tudják azt oldani, hogy levágnak bizonyos hangmagasságokat, vagy ne búgjon olyan sokáig, mint ami egy dobtest viszonylag elég sokáig búg. Na most ugye mi a próbaterületekben leginkább az akusztikus dobhangját halljuk, nem halljuk azt, ami a stúdióba szólna, és akkor ezért letompítjuk. Régen ugye papír zsebkendő, szigetelő szallag. Hát most már lehet kapni ilyen lágy, zselészerű, gumiszerű anyagokat, amiket ráteszünk, és megoldottuk egy pillanat alatt a problémát. Meddig lehet használni egy cintányért? Nyilván attól függ, hogy mennyire üti az ember, de ugye vannak olyan trükkök, hogyha bereped egy cintányért, akkor fogják és kivágják. Igen, nála először azt akartam mondani, hogy nincsen, de körbenéztem, nálad is van egy ilyen megoldás. Itt is van. Hát ezeket én szoktam kivágni. Ha nem vágod ki, akkor bereped végig, ahol elkezdődik a repedés, ott bemegy középen, aztán dobhatod is ki a kukába. Be szoktuk vágni, és akkor lekerekítjük, ne legyenek éles sarkok, akkor azért még lehet használni. Persze egy picit változik a hangja, de hát ezek igazán csak vágyfüllőek vennék észre. Ja, látom, hogy megrúgtuk itt a lábdobot, de kezdve megnéztem, hogy te duplázót is használsz. Természetesen, mai kor igényeinek ez muszáj.
Lehet, próbálkoztam nagyon sokáig a szimplával, most már egy 2 éve duplát használok, mert ugye a mai rockzenében már muszáj, nincs lehetőség egy lábbal megcsinálni azt, amit ők már 2-vel csinálnak. Hogyha valaki most szeretne elkezdeni, hogy hallgatja ezt a műsort dobolni, akkor mit tanácsolnál neki? Azon kívül, hogy ne kezdje el. Azt azért nem tanácsolom, hogy ne kezdje el. Kezdje el, jöjjön hozzám, és akkor elmondom neki, hogy mire van szükség. Egyébként, ha nagy vonalakba akarnék mondani, akkor ugyanaz kell hozzá, mint a háborúhoz. Pénz, pénz és pénz. Mi a legnehezebb a dobolásba? A dobolás. Igazából ez egy nagyon speciális ága a zenének. Azt szokták mondani, hogy egy jó dobos tud más hangszeren is játszani, de kell a doboláshoz egy bizonyos affinitás mellett még valami készség is, mert itt nagyon különböző tempóval mozognak a végtagjaink, és akkor még bent a fejben még jár egy metronóm is. Szokták mondani, illetve nem szokták mondani, ez tény igazából, hogy van az úgynevezett ritmus szekció, dob, basszus, gitár. Volt-e már olyan a részed, hogy ugye nyilván mindenki azt mondja, hogy elkezdek basszusgitározni, hú, de jó, egy könnyű hangszer, és akkor játszok rajta valamit. De ugye ez nem így van, a dobosnak meg a basszusgitárosnak azért eléggé egybe kell lennie. Mennyire játszottál olyan zenészekkel, akik ezt tudták, és mennyire volt olyan tapasztalatod, hogy olyan basszusgitárossal játszottál mondjuk, aki ezt nem tudta? Hát nekem óriási szerencsém van, mert én azért általában olyan basszusgitárossal tudtam együtt dolgozni, aki ezt tudta. Szépen összesülünk egy-két óra alatt, össze lehet, egymásra lehet hangolódni, ugyanis a zene közben a zenészek úgy érzelmileg is összehangolódnak. Most ne értsetek félre, nem úgy gondoltam. Bár az is egy divatos dolog mostanában, de én inkább a zenei összehangolódásra gondolok, és akkor hát a basszusgitár meg a dobos azért valóban a ritmus szekciónak azon ágát képviseli, ami nem megy külön, tehát az csak együtt megy. Akkor lesz jó lüktetése, jó vibrálása a zenének. Három évet kihagytál, és elkezdtél újra dobolni. Úgy tudom, hogy zenekarban nem játszol, viszont nagyon sok formációba hívnak meg téged vendégzenészként. Hát így van, játszok zenekarban is, bár most egy kicsit ott szünet van, hála a Covidnak, de valóban ilyen session jelleggel elmegyek ide-oda, úgyhogy hál' Istennek azért megkeresnek. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és akkor a végén azt szeretném, hogyha megnéznénk mindent még egyszer egybe. Következő percekben Murka Gyulával fogunk beszélgetni. Mindenki Komlón úgy ismeri, hogy Gypsy. Hogyha egy ilyen zenei műsorról, vagy zenei podcastről beszélünk, akkor talán elengedhetetlen, Gyula, hogy te benne legyél. Veled most a gitárt fogjuk bemutatni az embereknek. Én igazából át is adom a szót. Kezd el! Általában a rockzenébe, popzenébe kétfajta gitárt használnak. Egy 6-húrost és egy 4-húrost. Ez akkord, illetve szólógitár funkcióval bír, a 4-5 húrosok többnyire inkább a basszusgitár szerepet tudják vinni. Egy gitárvásárlásnál ugye nagyon lényeges dolog az, hogy milyen muzsikát, milyen zenét szeretnénk játszani, illetve hát milyen kiegészítők kellenek hozzá. Hát nyilván, hogy az elektromos gitárhoz kell egy erősítő, illetve műfajhoz megfelelő pedálok. Különböző torzítók, flangerek, visszhangok, stb. Egy elektromos gitár ugye egyszer áll a nyakból, a nyakon elhelyezkedik 6 darab kulcs. Tehát ugye akkor ez egy 6-húros gitár, különböző húrvezetők és a hangoló kulccsal, ami egy nagyon-nagyon lényeges dolog, erre majd később visszatérünk. A nyakon tulajdonképpen ami a leglényegesebb, hogy szinte minden gitáron ugye megvannak ezek a kis vezetők, amik főleg az elején egy nagyon jó tájékozódási pontot adhatnak,
illetve amikor már valaki valamilyen szinten gitározik, és elkezd egy skálát, ugye, akkor az is itt az alsó mélyhúrokról indul többnyire, és az is adhat egy nagyon jó kiindulási pontot. Aztán jön a test, ami több mindent foglal magába. Tehát ugye a testen belül vannak a pick-up rendszerek, ezek a hangszedők, a hangerőpedál, hangszínek és a pick-up kapcsolói. Ez ötállású kapcsoló. Itt csatlakozunk a 220-hoz, aztán van egy húrvezető, ami a hangolásnál is ugye nagyon-nagyon lényeges dolog, az oktáv beállításokat ennek a segítségével tudjuk elősegíteni, és legtöbb gitárhoz ugye van egy ilyen vibrátókar, amivel le tudjuk vinni, illetve fel tudjuk húzni a hangot. A gitár választásnál ugye még az is egy nagyon lényeges dolog, hogy hány éves korba kezdünk neki. Tehát egy kis, van nagyon fiatal kis tanítványom, nyilván, hogy ő neki egy kisebb gitárt próbáltunk beszerezni, és hát kisebb feladatokkal kezdjük. Tehát ami az első egy hangszeres ismerkedésnél az, hogy milyen húrok vannak a gitáron. Ezen 6 darab húr van, alulról megyünk fölfelé, tehát van egy E6, A, D, G, H és az E húr. Na most ezeknek a hangolásánál, ma már van egy nagyon egyszerű kis kütyünk, ez a hangológép, aminek a segítségével nagyon könnyen, nagyon hamar be tudjuk hangolni. De az 5. bunnál, hogyha elkezdjük, akkor ugye ott is lehet, kivéve a H-húrnál, ahol már a 4. érintőt, a G-húron a 4. érintőt kell megfogni, és a H-húron az 5. ahhoz, hogy egy tiszta E-t kapjunk. Hogyha egy 6 húros, vagy 7 húros, vagy egy 8 húros gitárról beszélünk, akkor milyen hangok párosulnak még hozzá? Nyilván attól függ, ki mire hangolja, de úgy alaphelyzetben. Igen, alaphelyzetben az van, hogy egy 7 húros gitár, ugye, amit a metal gitárosok használják nagyon nagy előszeretettel, ott egy húr még jön lefelé, egy H húr, amitől még vastagabb, még keményebb lesz a hangzás, de vannak a 8 húrosok, ahol ugye megy egy lefelé, egy fölfelé, illetve hát kinek milyen technikával akar játszani, melyik hangzást részesíti inkább előnybe. Tehát amikor már így a gitárral kezdünk ismerkedni, akkor ugye tudjuk már azt, hogy milyen húrok vannak a gitáron, akkor az alap az mindig az, hogy elkezdünk pár akkorddal megismerkedni, és ez a pár akkord, ez többnyire a C-dur, A-mol, F-dur, G-dur, D-dur, tehát az alaphangzások. És ugye az első nóta, amit mindenki megtanul, vagy amit én is próbálok megtanítani, az a börtön ablakában. Soha nem fúj. Igen, illetve a felkelő napháza, és amikor már megvan ez a készség, hogy könnyebben tudunk akkordokat választani, ugye, akkor már jönnek a bontások. A bontásoknál, mert az első dolog ugye az, hogy pengetővel egyenként minden hangot megpengetünk. Utána már akkordba mindent, és utána jön ugye, hogy a jobb kezünkből használunk még plusz 4 ujjunkat is, bontunk. És már el is van hangolódva. Pedig csak a kart egyszer használtam. Igen, mert nem satus, ugye van egy olyan változata is ezeknek a gitároknak, ahol ezt a kart nagyon, tehát szinte folyamatosan lehet használni, mert nem lesz hamis a hangszerünk. Tehát amikor ezek az akkordok megvannak, és ugye már tudunk szépen bontani,
Akkor jön a különböző kérdés, hogy miből áll föl egy akkord. Tehát ugye a törzshangsor, a C-dur, tehát a C-D-F-G-A-H-C. Ez azért egy lényeges, mert itt nincs még semmilyen hangmoduláció, sem le, sem fölfelé. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ez a törzs alap törzs hangsorokból áll. És akkor ennek megfelelően arról mindig beszélünk, hogy a zene az matematika. És a skálánál jön ki legelőször az, hogy ugye van az első hang a nyolcadik hangig. És ezért van egy durskálának egy képlete is. Tehát van két egész hangunk, egy fél hangunk, három egész hangunk és egy fél hangunk. Tehát a durskála képlete így 2,1, 3,1. És ugye ez hát onnan jön, hogy a C és a D egy egész hang, a D és az E az megint egy egész hang, E, F az mindig ugye csak fél hang, tehát a 2,1 félünk megvan, és utána jön az F, G, A, és a H, az három egész, a HC az megint mindig fél hang. És akkor így vagyunk meg, a 2,1, 3,1. Amikor ez megvan, ezzel a képlettel bármilyen durból fel tudjuk állítani, vagy ebből a képletből bármelyik durhangzást fel tudjuk építeni. Az lehet egy nagyon bonyolultnak hangzó gizdur, vagy bármi. Mert csak azt kell nézni, hogy a gizhangról két egész hangot kell, utána egy felett, három egész hangot. Tehát, hogyha már ez megvan, akkor tulajdonképpen el tudunk érni oda, hogy skálázunk, ugye? És akkor maradva a C-durnál, ez egy két oktávos skála. Hogyha valaki, most kicsit előre szaladtunk ebben, de hogyha valaki, ugye neked nagyon sok tanítványod van, hogyha valaki most kitalálja, függetlenül attól, hogy hány éves, hogy szeretne gitáron megtanulni játszani, akkor hogy érdemes neki állni például abból a szempontból, hogy nyilván kell ugye venni egy hangszert. Így van. Tehát, hogy egyből vegyen az ember egy elektromos hangszert, olcsóbbat, drágábbat, vagy pedig mondjuk kezdjen egy akusztikus gitáron? Mind a kettő. Mind a két döntés jó lehet. Az otthoni gyakorláshoz mondjuk egy akusztikus hangszer, az talán jobban illik a családi idill és a családi béke megtartása érdekében, de hogy komolyra fordítsuk a szót, előfordult már mind a kettő, de volt olyan, ahol a harmadik hónapban már megvették az elektromos gitárt, egy picike kis gyakorló erősítővel, és hát ugye az úriember az még csak másodikas általános iskolába, de már két alkalommal is meg tudtam hívni a zenekarunkba, mert nagyon szorgalmas, nagyon ügyes, és én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan dolog, mint akár a sport, vagy bármi más, hogy nem elég az, hogyha tehetséges vagy. Tehát, hogy kell hozzáság, le kell ülni és kell gyakorolni. Én azt gondolom, hogy aki napi 50 percet, egy órát tud erre szánni, az egy 3-6 hónap alatt elég jó érezhető és jó eredményeket lehet elérni, és vannak ilyenek. Többek között ugye hát említettük, hogy több tanítványom is van, és hát ebből van olyan is, aki már felnőtt emberként került hozzánk, illetve hát a Kuklis Janit is meg kell említenem, mert ő évek óta zenél, zenekarba játszik, színpadi ember, stb. És ő úgy gondolta, hogy vannak hiányosságai, amit így rajtam keresztül, az én tanácsaimon keresztül szeretne kicsit könnyíteni ezen a dolgon, és hogy tetszik neki a blues zene, és abba próbáljunk bele menni, és ugyanígy volt a Kovács Dezső barátom is. És ebből lett is egy zenekar. És igen, épp ezt akartam kiukadni,
hogy ők már zenésztársak, kollégák lettek, tehát hetente, amikor összejövünk, akkor csináljuk a saját zenéinket, és játszunk, de egy teljesen más céllal indult ugye ez az egész dolog, és én azt gondolom, hogy a legkisebb kis tanítványommal is ugyanez a helyzet van, hogy nagyon meglepődtek, főleg a szülők, a család, hogy pár hónap után ugye már kezdtük a kis karácsony, nagy karácsony, akkor pont aktuális volt ez a kis karácsonyi dal, és hogy nyár elején már egy elég jó kis programba tudott ő is beszállni. Rengeteg fajta gitár van, ezt említetted. Márkára rengeteg félét, az árba meg aztán ne is beszéljünk. Igen. Melyik az a gitár, vagy melyik az a márka, amiben nyilván azt is mondtad, hogy persze ez attól függ, hogy ki mit akar játszani, igen, de ilyen szempontból milyen márkából, vagy a márka a lényeg igazából, vagy pedig ha bármilyen gitárt veszek, de veszek bele mondjuk egy jó hangszedőt, akkor abból bármi lehet. Igen, csak ott már jön a fölösleges pénzkidobás, mert egyszer megvettem valamit, fölturbózom, de attól még az a gitár, az a kicsit szerencsétlenebbül összerakott, gyengébb anyagokból, fából, fémalkat részekből összerakott. Tehát én azt gondolom, hogy az első, tehát ma a kortot mondanám egy olyan alapkezdő gitárnak, ami egyrészt nagyon megfizethető, és hát be kell vallani, hogy néha-néha megdöbbenek, amikor ide jönnek egy-egy ilyen korttal. Régebben az egy nagyon, ilyen nagyon tanuló gitár volt, de én azt gondolom, hogy az utóbbi jó pár évben, egy 5 éve azt lehet mondani, hogy egy nagyon komoly jó hangszeré tudott válni. Mint a Stag volt régen, ilyen talán a kort váltotta a Stagget. Nekem 2 kort gitárom is van, egy basszus gitár, meg egy szóló gitár, úgyhogy... Igen, ezek nagyon jó kis hangszerek lettek. És tehát akkor, amikor ez a hangszervásárlás megvan, erősítőnk megvan, és van hajlamunk ugye arra, hogy gyakoroljunk is, akkor amit én mindig is nagyon-nagyon fontosnak és lényegesnek tartottam, ugye miről az előbb beszéltünk, hogy a skálázás. Skálázással, tehát én a napi gyakorlást mindig azzal kezdem, hogy skálázok, de legalább egy 20 percet, fél órát minimum. Azzal kilazítjuk egyrészt a kezünket, a technikai dolgokat előkészítjük, és ugyanakkor a koncentrálást is elősegíti, mert a skálázásnál van egy kézrend. Tehát amit ugye folyamatosan be kell tartani, és mondjuk egy skálába az a jó, hogy ha innen lentről a nyaktól elindulunk, akár ide föl tudunk érkezni, 3-4 oktávos skálameneteket meg tudunk csinálni. És az ember, amikor tényleg ilyen nagyon híres, nagyon jó gitárosokat hallgat, akkor rá kell jönnie, hogy igen, skála ismeret nélkül nem is tudsz rendesen igazából jót koppintani. Mert ezek a nagyon gyönyörű, szép szólók, ezek mind valamiféle skálának a különböző felbontásai, és hát nyilván, hogy az adott gitárosnak a stíl jegyeivel ellátott szép kis menetekről van szó. Tehát a skálázás az mindenféleképpen nagyon jó. Az elméleti dolgokról annyit, hogy ugye alap volt a C-dur. A C-durnak van tehát mint minden akkornak van a párhuzamos mollja. Tehát C-nek az A-moll. És ezek ott vannak elsősorban ugye köszönő viszonyban, hogy mind a kettő az alap a törzshangsorból táplálkozik, tehát egyikben sincs semmilyen előjegyzés. Csak annyi igazából a nagy különbség, hogy az A-moll, ugye az A-ról indul, és
Tehát ezért mondjuk az, hogy egy A-moll skála, mert az A hangról indított 8 hangot játsszuk el benne. A C-durnál meg ugye az van, hogy tehát ugyanazokat a hangokat játsszuk, csak egy, az indító hang az a C hang. És amikor, ugye erről mi már így privátban beszéltünk, hogy a C-durt el lehet indítani, tehát egy akármilyen alaphangról, C-ről, elindíthatjuk D-ről, E-ről, bármiről, csak a lényeg az, hogy ezek a tiszta hangok maradjanak meg. És ugye hát ennek különböző elnevezései vannak, Lokriszi, mindenféle skálák vannak, moll skálában is, ugye abban is van több fajta, de ennek is megvannak a hangulati különbségei. Tehát nagyon-nagyon sok olyan zene van, ami attól lett sokkal hatásosabb, hogy mondjuk nem C-durba játsszák, hanem mit tudom én, egy mélyebb hangzásba, egy F-durba-ból indítanak, tehát az akkordismereteknek is ugye nagyon-nagyon nagy szerepe van egy kezdő gitárosnak az életébe. Meg a másik az, hogy nagyon sok zenét kell. Tehát, hogyha szeretjük a zenét, akkor ezzel nincs is baj, mert akkor valószínű, hogy már több zenét is hallgattunk, és hallgatni fogunk. Talán a gitár az, ami minden stílusú, mindenfajta zenébe. Minden műfajba így van, megállja a helyét. De hát maga a zene is ugye egy nagyon összetett dolog, mert a gitár mellett ott vannak a dobok, ott van fúvós hangszerek, billentyűs hangszerek. Tehát a zene az egyfajta zörejek mindenféle összeadásából származó egységbe rakott valami, hogyha egy ilyen nagyon szétszórtan akarom mondani, de ez így van. Hát a mai modern zenébe meg ugye szándékosan be is tesznek mindenféle ipari zörejeket, meg mindenféléket. Ez nem mindenkinek van kellő idegrendszere, hogy végighallgassa, de hát a zene sokrétű, nagyon-nagyon sokrétű. Itt most nem csak az, hogy a klasszikus zene, a jazz zene, a pop zene, a cigány zene, a bármilyen népzene, az sem mindegy, hogy kik játsszák. Szerintem legyen is ez a végszó, ezt nagyon jól megfogalmaztad, hogy igen, hogy a zene az mennyire sokrétű. Kis érdekesség még a végére, hogyha már arról beszélgettünk, hogy milyen gitárt vásároljon az ember. Neked, itt a kedves hallgatók most ezt nem látják, ugye ez egy Fender Stratocaster, egy ütött kopott Fender Stratocaster. Igen, van-e valami története ennek a gitárnak? Igen, ez egy SRV, Stevie Ray modell, amit a Katona Tomi kint él Amerikában, egy nagyon-nagyon jó bluesgitáros, pécsi gitárosról van szó, aki most már azt hiszem lassan 10 éve kint él, és ő küldte ezt a Fehér Tominak, aki a Török Ádám zenekarában egy nagyon fiatalon, szintén ilyen 10-11 éves korába került be ebbe a hatalmas pop világba, és ugye hát rögtön a legnagyobbakkal tudott játszani, és ő kapta ezt a gitárt. Ez egy kicsikét vaskosabb, tehát az ő kezéhez ez nem igazából illet, és én tulajdonképpen szinte ingyen kaptam meg tőlük. Gypsy, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy be tudtuk mutatni ezt a hangszert. Én is köszönöm. Műsorunk az NKA hangfoglaló könnyűzene támogató program támogatásával készült.